2018. október 29-e. A Lion Air 610-es járata, egy Boeing 737 MAX 8-as elhagyja a kifutópályát az indonéziai Jakarta repülőtére. 13 perccel a felszállás után bekövetkezik a katasztrófa. A pilóták azért küzdenek, hogy a levegőben tartsák a gépet, amint az megmagyarázhatatlan módon zuhanó repülésbe kezd. Eluralkodik a pánik a kabinban, leesnek az oxigénmaszkok, és rémisztő sikolyoktól hangos az utastér. Az egyik utas szorosan magához öleli gyermekét, miközben azért imádkozik, hogy csoda történjen. A pilóták minden igyekezete ellenére a repülőgép a jávai tengerbe csapódik, és a fedélzeten lévő mind a 189 ember életét veszti. Ezt a tragikus eseményt 5 hónappal követte az Ethiopian Airlines balesete, amely 157 ember életét követelte. Ezek a tragédiák feltárják a kíméletlen igazságot. A Boeing díjnyertes 737 MAX 8 típusa végzetes hibát rejt magában. 2018 és 2019 között a Boeing egykor kiváló hírneve hamar zuhanó repülésbe kezdett, miközben a légi közlekedés világa megrendült a hibák hallatán. A 737 MAX, a vállalat forradalmi gépe világszerte a földre kényszerült. A vizsgálatok egy sor a cég általi mulasztást, elhamarkodott engedélyeztetéseket és elégtelen pilótaképzést tártak fel. A Boeing iránti bizalom mind a nyilvánosság, mind a repülőgépipar részéről összeomlott. És ez egy halasztást nem tűrő kérdést vet fel. Hogyan jutott idáig ez a vállalat, amely egykor a repülés élvonalába tartozott? Ahhoz, hogy ezt megértsük, tekerjük vissza az időt, egészen a cég eredetéig, és fedezzük fel, hogyan is jutott el a csúcsra. De mielőtt elkezdenénk történetünket, képzeld csak el, hogy te irányítod a világ egyik legnagyobb repülőgép gyártóját. Minden döntésed a levegőbe emeli, vagy épp a földbe döngöli a vállalatot. Az ilyen hatalmas felelősség izgalma hasonló érzés, mint amikor a történelem legnagyobb tengeri ütközeteiben te vagy a kapitány. De most ezt az izgalmat nem kell elképzelned, mert itt a lehetőség, hogy ezt te is átélhessd. A World of Warships, amely most ünnepli 9. születésnapját, több mint játék. Egy közösség, amely a történelem legnagyobb tengeri ütközeteit éleszti újra. Ez a tökéletes alkalom, hogy te is csatlakozz a legénységhez. A játék teljesen ingyenesen elérhető PC-n és konzolokon is, és több mint 600 autentikus történelmi csatahajó közül választhatsz 13 különböző országból. Akár barátokkal, akár csapatban játszol, a World of Warships minden egyes csatája új izgalmakat kínál. Az 5 különböző hajóosztály, pusztítók, cirkálók, csatahajók, repülőgéphordozók és a legújabb tengeralattjárók mind egyedi játékélményt biztosítanak, valósághű grafikával és lenyűgöző részletességgel. Ha most regisztrálsz a leírásban található linken keresztül, azonnal megkapod a 150 euró értékű legnagyobb kezdőcsomagot, ami 20 nap prémium hozzáférést, egy japán Tier 3-as Tenryu cirkálót, egy kikötőhelyet és 6 Skill Commander pontot tartalmaz. És ha teljesíted a harci küldetéseket, megszerezheted az Ultimate jutalmat is, vagyis az Egyesült Államok Tier 7-es Boys cirkálóját. Ne hagyd ki ezt a különleges lehetőséget! Na de, most lássunk is neki a történetünknek! William Edward Boeing 1881. október 1-én született a Michigan állambeli Detroitban. Apja Wilhelm Boeing, aki Németországból emigrált, anyja pedig Marie Ortmann, aki osztrák származású volt. William apja semmiből küzdötte fel magát és takaros vagyonra tett szert a faipar révén, aminek köszönhetően a család kényelemben élhetett. Azonban a jólét ellenére a fiatal Boeing megtanult szorgosan dolgozni. Amikor William 8 éves volt, apja meghalt, hatalmas űrt hagyva maga után, de egyben eltökéltséget is keltett a fiúban, hogy tovább vigye a sikeres örökséget. Svájcban, majd a Yale-en tanult, ahol Boeinget megragadta a modern világ ipari csodája, különösképp a gépészet. Ennek ellenére sosem szerzett diplomát. Idő előtt otthagyta a Yale-t, mivel a faipar robbanásszerű fellendülése hazacsábította őt. 1903-ra Boeing sikeres fakitermelési üzletemberré vált, akit Washington szerte ismertek. Mindezt apja összeköttetéseinek és saját képességeinek köszönhette. Ezekben az időkben, ahogy a végtelen erdőségeket kémlelte, Boeing szeme az égre szegeződött. Ekkor egy új horizont nyílt meg a számára, a repülés világa. Lenyűgözte őt a repülés mechanikája, főként az Európában felbukkanó új repülőgép prototípusok. William Boeing repülés iránti érdeklődése akkor vált komolyjá, amikor 1910-ben részt vett egy Los Angelesben szervezett repülőtalálkozón. Az ott látottak teljesen elbűvölték, és úgy döntött, belevág a repülőgépgyártásba. Miután egy sétarepülés alkalmával elégedetlen volt a kisgép kialakításával és tervezésével, Boeing és George Westervelt haditengerészeti mérnök elkészítették első repülőgépüket, a B&W Hydroplant.
Boeing első cége, a Pacific Aero Products Co. eleinte akadályokba ütközött. A szkeptikus befektetők számára az égbolt kockázatos üzleti lehetőségnek tűnt, és a korai modellek gyakran késtek a gyártás technikai gondjai miatt. De Boeing nem adta fel a dolgot. Az első világháború idején a vállalat új nevet kapott, Boeing Airplane Company, és 1918-ban a seattle-i Boeing üzem legyártotta az első repülőgépeket az amerikai haditengerészet számára. Persze a kommentár nem maradt el. A kritikusok úgy látták, hogy Boeing csak felkapaszkodik arra a területre, ahol jó részt az európai gyártók vannak többségben. Viszont a vállalat átvészelte ezeket a nehézségeket a gyors innovációnak köszönhetően. A háború után elindult a légiposta szolgáltatás, ami új lehetőséget kínált Boeing számára. Így az 1920-as évek elejére már az ő gépei szállították a leveleket szerte az államokban. A 20-as évek közepére Boeing már túlszárnyalta riválisait, ötvözve az újítást a gyakorlatiassággal. A Model 40-es a légiposta és a korabeli személyszállítás igáslova lett. Az ég kitisztult Boeing számára, és úgy tűnt, hogy biztos helye van a repülés történelmében. Amikor a nagy gazdasági világválság sújtotta az egész bolygót, a Boeing nemhogy túlélte azt, de egyenesen virágzott. Nagy volumenben fektetett be a civil és a hadi repülőgépekbe. Mi volt a legnagyobb sikere? A B-17 Flying Fortress. Egy valóságos gépszörny, amelyet arra terveztek, hogy pusztító bombaesőt szórjon az égből. A II. Világháború idejére a Boeing teljes mértékben átállt a hadiipari gyártásra, bombázók ezreit építette meg, egyiket a másik után, amelyek szépen beillettek az amerikai hadigépezet arzenáljába. Miközben az országok háborúztak, a Boeing hasznot húzott a halálból. A háború utáni terjeszkedésnek köszönhetően a Boeing a kereskedelmi repülőgépgyártás felé nyitott. Ekkor gurult ki a gyárból az első Boeing 707-es 1958-ban. Ez a gép forradalmasította a nemzetközi légi közlekedést, és ezzel megkezdődött a sugárhajtású repülők korszaka, a jet korszak. Fejlesztéseit alapul véve 1970-ben bemutatásra került a legendás Boeing 747-es, azaz a Jumbo Jet. A 747-es a luxus és a tömeges légiszállítás jelképe lett, amely évtizedekre meghatározta a nagy távolságú utazást. Mindeközben a Boeing létfontosságú védelmi beszállító maradt, ennek bizonyítéka a hidegháború ikonja, a B-52-es bombázó. Azonban a Boeing komoly veszteséget szenvedett el 1956-ban, amikor az alapító William Boeing meghalt. Vele együtt egy korszak ért véget. Ezután utódai elsőként Claire Egvet folytatta a munkát. Egvet vezette a vállalatot ebben az átmeneti időszakban, aki rendkívül fontos szerepet játszott a Boeing korai repülőgép programjaiban. Ő elsősorban a védelmi szerződéseket és a légi közlekedési piac fejlődését helyezte előtérbe. A Boeing valóságos legendává vált. Filmekben, könyvekben, még játékok formájában is megjelent. A Boeing 707-est és a 747-est például az Airport és a 2001 űr Odüsszeia című filmekben is láthattuk, melyek a jet korszak példás megtestesítői. A vállalat repülői a világűrbeli versenyekről és légi közlekedésről szóló könyveknek hála halhatatlanokká váltak, a modernitást és a haladást szimbolizálva. A Boeing sugárhajtású gépeinek modelljei a gyermekek körében is nagy népszerűségnek örventek, sok család ült össze, hogy együtt összerakják azokat. És ez nem csak a repülésről szólt, hanem a szülőkről, a gyerekekről és az örömről is, amikor a szárnyakat felragasztották, és a nappali légterében szállt a műanyag modell. A Boeingnek akadt egy-két kellemetlensége a 70-es években. A vállalat ambíciózus szuperszonikus projektje, a Boeing 2707 komoly kudarcba fulladt. Eredetileg a Concorde vetélytársának szánták, azonban a program gazdasági, környezeti és technikai nehézségekbe ütközött, majd végül 1971-ben kukázták a tervet. A világgazdaság helyzete jelentősen hozzájárult a vállalat gondjaihoz. Az olajválság a recesszióval együtt lelassította a repülőgépek megrendeléseit, és ez elbocsátásokhoz vezetett. Viszont a cég túljutott a bajokon, mégpedig a diverzifikációval. Megalakult a Boeing Aerospace, és ez új irányt mutatott a vállalat számára az űrbéli versengés terén. Ennek köszönhetőek a NASA-val kötött űrsikló program szerződései, valamint a holdjáró fejlesztése is. 1983-ban a Boeingnek komoly szerep jutott az űrsikló flotta megépítésében, amely űrkutatási képességeire világított rá. Ezzel már be is bizonyosodott, hogy igaz a mondás. Ne tedd az összes tojást egy kosárba. A 80-as évek folyamán a Boeing bemutatta a kéthajtóműves 757 és 767 típusokat, amelyek tökéletesnek bizonyultak a közepes távolságú és a transzkontinentális járatokra. Ezek a repülők rendkívül kedvező üzemanyagfogyasztásuk miatt elsődlegesnek számítottak a légitársaságok számára, amelyek az egyre emelkedő tüzelőanyagárakkal küzdöttek.
A belső gondok ellenére a Boeing képes volt továbbra is újítani, és ez előnyt jelentett az olyan riválisokkal szemben, mint a Lockheed és a McDonnell Douglas. 1997-ben a Boeing összeolvadt a McDonnell Douglas-szel, és ez a lépés nagymértékben megnövelte befolyását a civil és a katonai szektorban is. És bár a Boeing megőrizte dominanciáját, azonban az egyesülés feszültségeket okozott a két vállalat között. A kereskedelmi ágazat továbbra is erős maradt a 777-es modellnek köszönhetően, amely 1995-ben debütált, és az egyik legsikeresebb nagy hatótávolságú sugárhajtású gép lett. A 21. század hajnalán a Boeingnek kijutott mind a diadalokból, mind a viharokból. Ez az a kor, amikor a cég teljesen átállt a globalizált termelésre. Egyfelől egetrengető gépekkel álltak elő, ott van például a 787 Dreamliner, egy repülőgép, amely kiemelkedő üzemanyaghatékonysággal és utaskényelemmel rendelkezik. Habár a késések és a költségvetés túllépése beárnyékolták a gép bevezetését. A Boeing megőrizte hadászati egyeduralmát is, aminek köszönhetően sugárhajtású vadászgépekre és űrkutatási programokra is kapott szerződéseket. 2011-re a vállalat bevétele meghaladta a 68 milliárd dollárt. A gyors fejlődésnek azonban megvolt az ára, és itt jönnek képbe a botrányok. A 2000-es évek elején a Boeing áthelyezte legnagyobb üzemét Dél-Karolinába, hogy elkerülje a szakszervezet nyomását, ez minőségellenőrzési hiányosságokat eredményezett. A bennfentesek, mint például John Barnett megkongatták a vészharangot, mivel a repülőket sietve szerelték össze, és ez súlyos hibákat okozott. Egy 2019-es jelentés több mint 100 biztonsági szabálysértést hozott nyilvánosságra a Boeing dél-karolinai üzemében, amely létesítmény messze földön hírhett a silány munkaszabványairól. De ezek nem elszigetelt esetek voltak. Egy 2020-as jelentés, amelyet a New York Times közölt le, felfedte a Boeing ambíciózus költségcsökkentési terveit, ideértve a 737 Max bevezetését is, amelyet septében fejlesztettek ki és tanúsítottak. A Boeing az Airbus takarékos A320 Neo modelljével kívánt versenyezni, de a siettetett gyártás és a nem elégséges pilótaképzés katasztrófát eredményezett. Két egyedi balesetben, 2018-ban és 2019-ben az MCAS szoftver meghibásodása 346 ember halálát okozta a Lion Air 610-es járatán és az Ethiopian Airlines 302-es járatán. Ezzel a Boeing sorsa örökre megpecsételődött. 2021. januárjában az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 2,5 milliárd dolláros büntetést szabott ki a vállalatra a szabályozó hatóságok félrevezetése miatt. A bírság fedezte az áldozatok hozzátartozóinak kártérítését, a légitársaságok ügyfeleinek kárpótlását és a szabályozó kirendeltségek büntetését is, de ez még csak a kezdet. A Boeing 18,6 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el a megrendelések hiánya miatt, és a Max földre kényszerítésének költsége közel 5,6 milliárd dollárra rúgott, a késleltetett gyártás és a perek miatt. A 2,5 milliárd dolláros bírság sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy helyreállítsa a közbizalmat, mivel sokan továbbra is képmutatónak és felelőtlennek tartották a vállalatot. Bár a Boeing beleegyezett az összes bírság és kártérítés megfizetésébe, az emberek mégis úgy érezték, hogy ez a lépés inkább egy anyagias húzás, mint sem valódi reform. Az áldozatok családjai szerint a Boeing nem foglalkozott a komoly rendszer szintű hibákkal, így az anyagi hasznot preferálta a biztonság helyett. A média egyre kíváncsibb lett, miután a Boeing PR taktikái minimalizálták a felelősséget, és ez felháborodást váltott ki. A büntetések ellenére csak tovább zuhantak a Boeing részvényei, és ez tovább rontotta a cégbe vetett általános bizalmat. Mivel nem történt érdembeli változás a vezetőség terén sem, így még nagyobb lett a céggel szemben is szkepticizmus. Továbbá cégen belüli viták is sújtották a vállalatot, ahol a profitot helyezték előtérbe a biztonság helyett. A Boeinget azzal is vádolják, hogy állítólag elrejtette a biztonsági adatokat a szabályozó szervek és pilóták elől, és ezzel lehetővé tette, hogy egy hibás gép is repülhessen. A bennfentesek rémisztő vallomásai egy olyan céget írtak le, mely miközben az egész égboltot uralni kívánja, emellett semmibe veszi az emberi élet értékét, olyan válságot okozva ezzel, amely máig érezhető a repülőgép iparban. A Boeing amiatt is célkeresztbe került, ahogyan bánik az informátorokkal, ugyanis több belső panaszt elutasítottak, vagy épp megtorolták azokat. John Barnett minőségellenőrzési vezető volt az a kulcsfigura, aki aggodalmát fejezte ki a hibás alkatrészekkel és a biztonsági szabálysértésekkel kapcsolatban a Boeing dél-karolinai gyárában. Barnett brutális hibákat fedezett fel, oxigénellátó rendszert, amely vészhelyzetben könnyen meghibásodhat, hiányzó alkatrészeket és nem biztonságos gyakorlatokat. Az ő információi nem vezettek semmilyen változáshoz. Ehelyett elszigetelték és megalázták őt.
Figyelmeztetései ellenére komoly ellenállásba ütközött, aminek következtében végül 2017-ben kilépett a cégtől. Barnett 2024-ben váratlanul elhunyt, melyet öngyilkosságnak nyilvánítottak, és ez csak tovább szította a gyanakvást. Halála, amely a kiszivárogtatási per kellős közepén történt, felvetette a kérdést, hogy a Boeing milyen messzire megy el azért, hogy elhallgattassa alkalmazottait, akik kritizálják a biztonsági gyakorlatokat. Barnett utolsó szavai máig visszhangoznak: ha azt mondják öngyilkosság, el ne higgyétek. A Boeinget régóta vádolják azzal, hogy a problémák felvetésére izolációval, karrierrel kapcsolatos fenyegetésekkel és jogi lépésekkel válaszol. Barnett állításait a hibás oxigéntartályokról és a gyártási hiányosságokról később a vizsgálatok igazolták, melynek keretében több mint 50 hiányzó vagy nem visszakövethető alkalmatlan alkatrészt találtak az üzemben. Barnett rejtélyes halála csak tovább súlyosbítja a Boeing helyzetét, még több gyanakvásra adva okot, hogy mire képes a vállalat azért, hogy bevédje magát és elhallgattassa azokat, akik megmernek szólalni. Ám a botrányok ellenére a Boeing még mindig a globális légiközlekedés egyik legmeghatározóbb szereplője. A cég folytatja az innovációt tisztább energiaalternatívákra, önvezető repülőgépekre és fejlett hadászati rendszerekre összpontosít. Ugyanakkor azért kell küzdenie, hogy az elmúlt két évtizedben elveszett bizalmat helyreállítsa. A Boeing bukása nem egy apró hiba. Valójában egy tragikus zuhanórepülés. A valaha a repüléstechnika csúcsát jelentő cég öröksége mára egy hajszálon lóg, amelyet már nem az innováció vagy a bizalom tart fenn, hanem csupán a kormányzati szerződések, a lobbisták és az egyre bővülő hadiipari komplexumok. Ennek a kényelmes viszonynak köszönheti a Boeing, hogy érinthetetlen marad, még az ismétlődő kudarcok ellenére is, amelyek eltorzítják a szabadpiacot, ahol a verseny kellene, hogy döntsön, a háttérben kötött megállapodások helyett. A vállalat elegánsan elkerülte a súlyos büntetéseket, és ez tökéletes példája annak, hogy a cég hatalma hogyan manipulálja az igazságot. Főleg akkor, ha a kormányhoz fűződő kapcsolatok ellehetetlenítik a felelősségre vonást. Ha a Boeing összeomlana, az valóságos sok hullámot okozna a globális repülőgépgyártásban. A Boeing mind a civil, mind a hadi légi járművek alappillére, és annak bukása komoly fennakadásokat okozna a repülőgépek termelésében, az ellátási láncban és a karbantartói szolgáltatásokban is. A légitársaságok flottái, amelyek nagyban függnek a Boeingtől, a földre kényszerülnének, késések és egekbe emelkedő alkatrész árak sújtanák azokat. A meggyengült Boeing destabilizálná a versenyhelyzetet, így az Airbus kerülne többségbe, amely monopolizálná a kereskedelmi és védelmi ágazatot is. A légiközlekedés alapja a Boeing működésének folytatásán nyugszik. A Boeing csődje vagy jelentős gyengülése azonban eddig nem látott lehetőségeket nyújtana a kisebb vállalatok számára. Bármelyik amerikai repülőgépipari startup, európai üzemek, például a The Salt vagy az Embraer, vagy akár a magyar Magnus Aircraft is be tudná tölteni a keletkezett űrt. Ezek a rugalmas cégek kerülhetnének az innováció élére, jobb biztonsági előírásokat kínálnának, és új alternatívát biztosítanának a légitársaságoknak. A fokozott verseny egy sokrétűbb és ellenállóbb iparágat eredményezne, ahol a kisebb versenytársak a hatékonyság, a fenntarthatóság és az ügyfelek elégedettségének javára lennének. Ezzel például a légiközlekedés új korát hozhatnák el. Eközben más területeken is jelentős változások zajlanak. Mint például a videójátékok világában a World of Warships nemrég ünnepelte a 9. születésnapját, és ennek alkalmából különleges ajánlatokkal várja a játékosokat. Szerezd meg most a legnagyobb kezdőcsomagot a leírásban található linken keresztül, és regisztrálj! Ünnepelj velünk, és vágj bele a tengeri ütközetek izgalmaiba, ahol 150 euró értékű bónusz vár rád! Azonban történetünk főszereplőjének botrányos módszerei ellenére vitathatatlan az, amit a Boeing letett a repülés technológia asztalára. Nem tagadhatjuk, hogy korai szakaszában a Boeing végtelenül sok újítást vezetett be, és kitolta az addigi határokat, akár egy technológiára kiéhezett Adeptus Mechanicus. Minden egyes új projekt ékes bizonyítéka volt a tökéletességre való törekvésre. Legyen szó a fémgéptörzsek megújításáról, korszerű hajtóművek fejlesztéséről, vagy nagy hatótávolságú bombázók finomhangolásáról. A Boeing mérnökei kitartóan, állandóan az innovációt keresték, és újra tervezték a modelleket, hogy minden gép erejében és összetettségében is lenyűgöző legyen. Forradalmasították a repülővel való utazás fogalmát, a tudomány és a mérnöki képességek határait súrolták. A repülőgépipar a Boeing elképesztő erőfeszítései nélkül nem tartana ott, ahol most tart.
Habár a vállalata haszonra fókuszál, ami a biztonság rovására megy, és ez komoly aggodalomra ad okot. A gyártás anyagságától kezdve az alkalmazottak kizsákmányolásáig a Boeing olyan környezetet alakított ki, amely a nyereséget az emberélet fölé helyezi. A kérdés tehát, meddig tud egy vállalat a múlt sikerének szárnyain fennmaradni anélkül, hogy a jelen problémáit megoldaná? Vajon eljön-e az az idő, amikor még az összeköttetései sem mentik meg a céget attól, hogy saját hibáitól összeomoljon?